Köszöntöm Önöket, közéleti magazinunkat látják. 15. alkalommal találkoztak a Bukovinából elszármazott székelyek, ezúttal Szekszárdon. A két évenként megrendezésre kerülő program arra is jó alkalom, hogy kitűzzék feladataikat, mondta Illés Tibor a szövetség elnöke. A találkozón átadták a népcsoport értékeinek védelméért és továbbadásáért legtöbbet tevők elismeréseit. Szentmisével kezdődött a bukovinai székelyek 15. találkozója. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. A templomból a vándorlásra emlékezve a találkozó résztvevői keresztül vonultak a városon, felidézve a dalokat, melyek az összetartozás jelképei. Mondta a 15. bukovinai találkozó díszvendége András Farvi Bertalan. A nehézségek és a többszöri újrakezdés ellenére a bukovinai székelység ma is éli a kultúráját, és feladatának tekinti szokásainak továbbadását. Egyszer kellett szólni, és mindenki tudta, hogy jönni kell. Sokan megjelentünk, hiszen a szeretet összetart bennünket. Ez egy olyan erő, ami nem lehet másképp kifejezni, nem látszik, de van, működik. Ez egy hányattatott, vérbeszületett népcsoport, és csak így tudott megmaradni, így tudott eljutni napjainkig. Ez még napjainkban is érezhető, hiszen szalaszét vagyunk az ország egész területén, sőt, nyugodtan mondhatom, a világ egész területén vagyunk, de mégis amikor egy szó elhangzik, akkor megjelenünk és vagyunk. A hagyományok ápolása és gondozása az erősebb oldalon, mint a Szegedi Dezsőnél a szervezett szexuális elnöke. Fontos lenne a fiatalok bevonása a munkába. Ha nem lenne ilyen erős közösségem, aki mögöttem áll, én azt hiszem egyedül nem tudtam volna boldogulni. Mindenki tudja, hogy mit kell tegyen. Jó, előtte megbeszélünk, eligazítjuk a csoportot, de hála Isten, és büszkén vallom, hogy a szekszárdi tagság nagyon összetartó, és van egy kialakult magja, akik állandóan mindig ott vannak, és ahol kell, ott mindig helyt állnak. Szeretnénk a házunkat még jobban rendbe tenni, mert hála Isten van egy közösségi házunk, ahol otthonra találtunk, és azt mindenképpen akarnánk szépíteni, ugyanis van ott egy gyűjteményünk, amit még lehetne bővíteni. Hát amit össze tudtunk hozni ilyen rövid idő alatt, addig hát örülök, hogy létezik, de várjuk még a további segítőket, akik tudnak még valamiben segíteni bennünket, ilyen régi hagyományok vagy hagyatéki dolgokat elhozni a közösségi házunkba. Az ünnepi megemlékezésen felszólaló Ács Dezső polgármester arról szólt, a bukovinai székelyek jelentős szerepet játszanak a város közéletében, és behozták a székely hagyományokat a város kultúrájának mindennapjaiba. Ez a cél, én azt gondolom, hogy jó részt már teljesült az elmúlt időszakban, hiszen az eltelt 8 esztendő során nagyon sok mindent tettek ennek érdekében. 2013-ban ugye létrehoztuk közösen a város, illetve az Egyesület a Székely Parkot, ahol az 5 település és a hazatérés emlékére 6 kopjafát állítottunk. Ebben a parkban minden év júniusában megemlékezik az Egyesület. Aztán 2016-ban pedig óriási lépést tudtunk közösen tenni, hiszen létrejött egy közösségi ház. Ebben a közösségi házban mindazon tárgyi emlékek fellelhetők, elérhetők, amelyek a szekszárdon élő székelyek mindennapjait jellemezték, és nagyszerű lehetőséget kínál arra, hogy különböző közösségi programokat szervezünk közösen, és egy kicsit a fiatalokat megpróbáljuk megmozgatni ebben az irányban. A találkozók alkalmasak a mérlegkészítésre és a jövő feladatainak kijelölésére is, mondta Illés Tibor, a szervezet országos elnöke. Mindig is mondom, de azt hiszem ez a legfontosabb, hogy fiatalokat megcélozni, elérni, bevonni, hiszen a kultúránk olyan tágas, és ott a kicsiktől kezdve a nagyok mindenki megtalálja a helyét, és megtalálja azokat az élményeket, ami úgy gondolom egész életre tovább viszik ebbe a kultúrába, ezt bukovinai székely kultúrába. Úgy gondolom mindig a megújulás is hozzá tartozik, hiszen a mai világ lehetőségeit kell ehhez ugye, hozzányúlni, kihasználni, és ez segít minket úgy gondolom messze menőkig, hiszen a technika fejlődése csak a kultúrán bemutatására is nagyon fontos. A 15. találkozó, mint minden alkalommal a bukovinai székelyek elismerték a népcsoport kulturális örökségért legtöbbet tevőket. A Sebestyén Ádám díj tulajdonosa lett Lőrinc Istvánné, Lőrincné Dávid Mária, Szabadi Mihály és András Falvi Bertalan is. A kisebbségben
az ember jobban ragaszkodik a hagyományaihoz, mert ha nem ragaszkodik, akkor feloldódik. Ez egy nagyon érdekes dolog, szóval szemben áll a mai liberális felfogás, hogy a különbözőségek azok sértik az emberi méltóságot, és a többi. Nem. Különbözőségek egymást erősítik. Mind az értékeket egymás mellett látjuk, akkor az egyik a másiknak nem az értékét nem elpusztítani akarja, hanem a sajátját hangsúlyozza. És ez a szellemiség, és ez tartotta meg őket. És hogy ez azt jelentette, hogy a társadalmi kapcsolatokban, a barátságban, a szeretetben, az összetartozásban ők példák is életet éltek. A hagyományok megőrzése az azt jelenti, hogy gyakorolják a hagyományt, hogy gyakorolják a népművészetet gyakorolni. A népművészet gyakorlása nem más, mint a szeretet adományozása. Ha én együtt énekelek valakikkel, akkor azonosulok. Mind a kettőnek megvan az az élménye, hogy együtt van a másikkal. Egy ilyen népcsoport ezt képviseli. Mészáros Zsuzsanna vehette át idén a Pongrácz Sándor díjat a Semmelweis napi városi ünnepségen. A kitüntetést az egészségügyben dolgozók elismerésére alapította Paks önkormányzata, és 99 óta minden esztendőben ezen a rendezvényen adják át. Biztosan ismerik az öreg zsidó kereskedő mondását, csak egészség legyen, a többit majd megvesszük. A mondásból is kiderül, hogy az élet legfontosabb eleme a testi és lelki egészség. Ezekkel a szavakkal köszöntötte a Semmelweis napi városi ünnepségen a Csengei Dénes Kulturális Központban a paksi egészségügyben dolgozókat Paksváros polgármestere. Szabó Péter kiemelte, az önkormányzata az egészségügyben dolgozók elismerésére alapította évtizedekkel ezelőtt a Pongrácz Sándor díjat. Dr. Pongrácz Sándor, sebész szakorvos, a 20. század közepén volt emblematikus alakja a paksi egészségügynek, melynek emléket állítva tisztelegnek munkássága előtt. A paksi képviselőtestület döntése alapján idén dr. Mészáros Zsuzsanna gyermekorvos vehette át a városi kitüntetést, aki példaképként állítható a jövő gyermekorvosai elé. A doktornő a gyermekeknek nem csak testi, hanem lelki fejlődésüket is figyelemmel kíséri, Pakson immár 30 éve. Ritka, hogy orvosnak nyakába ugrik egy gyerek, amikor meglát akár az utcán, vagy akár a rendelőbe, de előfordul, ezek azt mutatják, hogy nem csak mint segítőjeként, hanem mint emberként is sikerül adni önmagamat, meg a szeretetemet, ennél meg a szülők tisztelete, megbecsülése, meg a munkatársak. Az védőnők, nagyon jó asszisztensi, védőnői és kollegiális háttérnek ez nem sikerült, tehát nem egyedül érjük el, nem egyedül jutunk ide, hanem egy nagyon, nagyon becsületes, tisztességes és nagyon emberi háttérrel együtt. Úgyhogy szívem szerint mindenkinek adnám a díjat, aki körültem nagyon keményen és nagyon sokat dolgozott. Igazából 40 év a háttér, úgyhogy reméljük még egy kicsit még bírom fizikailag, meg emberileg, meg pszichikailag. Dolgozni szeretnék, ameddig idézőresen tudok, ameddig fizikailag, meg emberileg bírja az ember. Hát most, hogy komoly orvos hiány lesz, ez nagyon nagy feladat elé áll, nem csak engem, a közvetlen kollégákat is, mert sajnos pont az utóbbi hónapokban a kollega halála, nyugdíjazás és a fiatalok szana szét a világba, úgyhogy nagyon bánt nem csak az orvostársadalmat, hanem az értelmiségieket, hogy a fiatalok nem maradnak itt, nem érzik azt, hogy tartoznak ennek az országnak, az embereknek. Az országos átlaghoz képest Pakson jobb helyzetben vannak az egészségügyben dolgozók, de itt is vannak problémák bőven. Az országos átlaghoz képest én úgy gondolom, hogy Pakson jobb helyzetben vannak az egészségügyi dolgozók, összességében is, a szakorvosokat tekintve is, úgy az alapellátásban, mint a szakellátásban. De nálunk is már begyűrűzött az a tendencia, ami országosan is észlelhető, hogy a szakember hiány szinte minden területen észlelhető. Jelen pillanatban is érzékeljük az alapellátásban, hiszen 4 alapellátó fogályzati körzetből 2 helyettesítéssel tudunk betölteni. Reményünk van arra, hogy az ősszel, október körül sikerül megoldanunk ezt a problémát, de itt a következő a gyermekorvosi körzetek tekintetében, ahol az 5 alapellátó gyermekorvosból
3 van, illetve még augusztus 1-ig angyalsi doktornővel együtt 4. Egri doktor úr sajnálatos halála miatt ugye megürült egy körzet, ami szintén helyettesítéssel oldunk meg. Egyelőre angyalsi doktornő, majd Vadász Ágnes doktornő fogja betölteni, és angyalsi doktornő augusztus 1-től megürülő helyét pedig a másik 3 gyermekorvos fogja fölváltva helyettesíteni, ugyanott terveink szerint a Deák Ferenc utcában. Megkezdjük majd a rendelők felújítását, úgyhogy átmenetileg lesz egy kis keveredés ott a gyermekorvosoknál. A fogászati körzetekre visszatérve, a Rosti utcai körzetet Taja Jusuf doktor úr helyettesíti, és reményénk szerint ő is fogja betölteni az ősztől. A másik körzetet pedig Vékes doktornővel együtt dolgozó Grozsán Tímea doktornő fogja ellátni. Ők jelenleg is helyettesítenek, és reméljük, hogy a jövőben ez megoldódik, ez a probléma fogászat tekintetében. Felnőtt házi orvosi körzetben is van egy megürült körzetünk. A korábban 8-as, jelenleg 7-es számúnak hívott körzet, a Kassa doktornőn volt körzete, amire szintén reményünk van, hogy az ősztől be tudjuk tölteni, addig a helyettesítése városon belül megoldott. Az atomvárosban nagy feladatok előtt állnak az erőmű építkezés miatt. A több ezer fővel megnövekedni látszó lakosság száma az egészségügyet is komoly feladatok elé állítja. Az első nagyon fontos dolog ahhoz, hogy egy pályakezdő fiatalt mondjuk ide csábítsunk, de nem biztos, hogy csak pályakezdőkről van szó. Egyrészt a lakhatásukat kell természetesen megoldani, és ezen a területen is már dolgozunk azon, hogy a szociális bérlakások mellett szeretnénk, hogyha a klasszikus értelemben vett szolgálati bérlakásokat szeretnénk kialakítani, ahol el tudják kezdeni az egzisztenciájuknak az építését, és azt követően pedig akkor ugye már önálló életet is tudnak kezdeni. Tehát ezen a területen mindenképpen fogunk segíteni. Abban is nyitott a város, hogy ha akár egy gyermekorvosi rendelőről van szó, akkor biztosítjuk az infrastruktúrát, tehát az eszközöket, a rendelőt felújítjuk, hogy egy olyan környezetben érkezzen az orvos, hogy az méltó legyen, tehát hogy legyen kedve dolgozni, és erre neki nem kell természetesen költenie. A másik pedig, ami nagyon fontos, az pedig a bér kompenzáció, tehát Paksvárosa mindig is azért erre odafigyel, tehát az alap béreken kívül mi azért jelentős juttatásokat tudtunk eddig is biztosítani, és az ezt következő években is szeretnénk, hogyha a bért is tudnánk kompenzálni. Az esten egy vígjátékot tekinthettek meg az ünnepeltek a Budapesti Spirit Színház előadásában, majd állófogadás zárta a napot. De ki akarja sorolni, és mivel, kinek mondanák el? Hát a férjemnek, a gyerekeimnek, engem tökretennek. Én hites könyvvizsgáló vagyok, én mások pénzét kezelem, én a mások bizalmából. De honnan veszed ezt az egészet, George? Ez? Elég bizonyíték? Drágám, ezeket én hoztam! Meglepő, de júniusban Mikulás találkozó volt Dunaföldváron, akik ezúttal nem piros ruhában érkeztek. A Böjte Csaba vezette Szent Ferenc Alapítvány erdélyi bentlakásos és nappali otthonait és gyermekkórházait is látogató, ajándék és szeretetosztó segítők adtak egymásnak randevút a Dunaparti településen, ahol a város látta vendégül az ország több pontjáról érkezőket. Böjte Csaba Szent Mését is celebrált. Harangszó hívja a híveket a Dunaföldvári Szent Ilona templomba, ahol Böjte Csaba, a ferences rendi szerzetes tartott szentmisét. A Dévai Szent Ferenc Alapítvány létrehozója, Jendrolovics Gábor és baráti köre meghívására érkezett a Tolna megyei kisvárosba, ahol az erdélyi téli jótékonysági Mikulás túra résztvevői találkoztak. Ők azok, akik minden évben meglátogatják az erdélyi árva gyermekeket. Tavaly télen is 20 tonna adományt vittek nekik. 83 házunk van, tehát az hosszan járni, az nekem is nagy kihívás, de ők vállalják, és Mikulás ruhába, hát viccesen, jókedvel, derűvel, meg is ajándékozzák, meg is dorgálják, úgyhogy igazi Mikuláshoz illik a gyerekeket, és akkor
Hát ők is több helyről is vannak, 70-en vannak ebben a nagy csapatban, tehát nem mind dunaföldváriak, de most egy találkozót szerveztek itt, és hát én is eljöttem, hogy megköszönjem az ő évét, most munkájukat, és így a nyári Mikulást köszöntsem. Nagy munka, mert tavaly is több mint 20 tonna adományjal jöttek, több csapattal, hogy mondjam, tehát ez egy nagy szervező tevékenység, úgyhogy én nagyon hálás vagyok, de hát amúgy is most eljött a vakáció nálunk, ma van az első napja, úgyhogy útra keltünk, és most itt vagyunk. Sokan várják, gondolom, az adományokat. Hát az adományokat is, de igazából én nem csak erre hegyezném ki az dolgokat, hanem egyáltalán a baráti kapcsolat, ezek a hajszálerek, személyes ismeretség. Tehát ugye Trianon szétvágta az országot, és azt gondolom, hogy hát, hogy összetartozunk, egyek vagyunk, és mi is nagy szeretettel hívjuk a dunaföldváriakat, a környékbeli embereket, tehát az egész Kárpát-medencei magyarságot Erdélybe, de mi is szívesen jövünk ide, hogy a gyerekeknek ugye szórványból könnyebb az identitásokat így megőrizni, hogyha ismerünk anyaországi testvéreket is. Úgyhogy nem csak az adományt várjuk, hanem valaki tiszta üres kézzel is eljön, és egy szép esti mesét mond, vagy hát hogy mondjam, elvisz a gyerekeket fagyizni, vagy strandra fürödni, vagy akármi, annak is nagyon-nagyon örvendünk. A magyar segítőket magánszemélyek, munkahelyi közösségek, cégek támogatják adományokkal, de régi barátok is vannak közöttük, ők is itt voltak a Szent Misén. Jendlovics Gábor barátom, aki nekem gyerekkori pajtársam, játszótársam, meg hát együtt voltunk iskolába, együtt érettségiztünk. Ő ment először a Csaba testvér házaiba, és ő vitt engem bele a rosszba. Ugye kérdezte tőlem, hogy van-e egy zsák krumplim. Hát mondom, krumplit mi nem termelünk, de kolbászom van. Mentünk, azóta megyünk. Hát egy ilyen 15 éve. 15-18 éve járunk a Csaba testvér házaiba, és próbálunk segíteni. Mi 15 éve járunk ki Erdélybe, Böjtje Csaba házaiba, Mikulás túrákra, és ennek a csapatnak most már ez az ötödik ilyen összejövetele, amikor családostól jönnek az ország különböző pontjairól, találkozunk, beszélgetünk, és Csaba testvér is ilyenkor megtisztel minket. Túl vagyunk az első programon, illetve már a második programon, mert a Tóth cukrászdában találkoztunk, utána elmentünk egyik Mikulás társunk gyümölcsösébe, ahol megnéztük a nagyüzemi gyümölcstermesztést, és most van az Isten tisztelet, amit Böjtje Csaba fog celebrálni. Itt fel fog lépni egy dévai kislány, Katica, én még úgy hívom, de Katalinnak kell mondani, mert 16 éves kislány, aki a mise elején egy éneket fog előadni, és a vége fele pedig egy verset, és utána egy protokoll vacsora, és egy baráti összejövetel a legvége. Ezúttal Dunaföldvárvárosa hívta, és látta vendégül a segítők csapatát. Dunaföldvárnak ugye Borszék a testvérvárosa, és Borszéken pedig működik egy Böjtje Csaba alapítványa által fenntartott ilyen bentlakásos épület, és tulajdonképpen mi ott találkoztunk ennek a megnyitóján, és mi vittünk már akkor is oda adományokat, mind a város, mind pedig nem magánfelajánlásokat vittünk Dunaföldváról. És én már régebb óta ugye barátságban vagyok Jendrovics Gáborral, és megkért már egyszer párszor, hogy ebbe a Mikulás túrába is vegyek részt, és segítsem kijuttatni azokat az adományokat, amelyeket összegyűjtenek ők, és egy 3 évvel ezelőtt a feleségemmel belevágtunk, úgyhogy saját teherautóval és saját költségeinkkel nagyon szívesen ebbe beszállunk, elmegyünk, segítjük, végiglátogatjuk ezeket a lehetőséget. Az Úr legyen veletek!
új papja lett Várdom katolikus hitközösségének, miután Udvardi György pécsi megyéspüspök pappá szentelte a 32 esztendős helyi Lábár Tamást. A szentelést követő vasárnapon kikérték a családtól Tamást, akit megáldottak szülei, majd a hívők gyűrűjében megérkezett a templomhoz, ahol megtartotta az új szentmiséjét. Alakítsd életedet az Úr keresztjének titka szerint. Béke veled és a találkozzal. Június közepén Udvardi György pécsi megyéspüspök Lábár Tamás diakónust áldozó pappá szentelte. Nagy nap volt ez a 32 éves várdombi egyházfé életében. Régóta várta azt a pillanatot, hogy pappá szenteljék. Gyönyörűen feldíszített templom, ünneplőbe öltözött tömeg, zenekar. Minden készen állt, hogy a várdomról származó pap új miséjét megtartsa a faluban. Régóta várjuk, hiszen nyomon követtük minisztráns kora óta a fejlődését, és amióta elkezdett járni a teológiára, minden áldott szentmisén imádkoztunk érte, kérve a kitartást és a szorgalmat a nagy feladathoz. Miért várták ennyire? Mert szeretjük. Tulajdonképpen nincs különösebb ok, hiszen nem rajtunk múlott, hogy lesz vagy nem lesz, hogy végül is elérte a hivatás. Ez nem a mi kezünkbe volt, mi csak örültünk neki, mert egy kiváló fiatalembernek ismerjük. Szorgalmas, okos, megfelelő olvasottsággal, szuper intelligenciával, kiváló szónoki képességekkel rendelkezik. Minden esély megvan rá, hogy egy nagy és jó pap legyen belőle. A zenekari előadást követően meg is indult a tömeg Lábár Tamás házához, hogy a település kikéri a fiút a családtól. Azért jöttünk, hogy a szülői háztól elkísérjünk abba a templomba, ahol a hivatásod is kibontakozott, és ahol most szeretnénk, hogyha az első szentmisédet bemutatnád. Sümegi József diakónus megköszönte a szülőknek a hívek nevében, hogy szeretetben nőtt fel Tamás, aki innentől Isten szolgálja majd. Majd a szülői áldás következett. Áldjon meg, és őrizzen meg téged az Isten. Ragyogtassa rád arcát, és legyen hozzád irgalmas. Fordítsa feléd tekintetét, és adja meg neked a békességet. Áldjon meg téged a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Ezt követően Lábár Tamást elvitték a templomhoz, hogy új miséjét megtartsa. De mit is tudunk Lábár Tamásról? 32 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot Pécsett. Édesanyja tanító, édesapja tisztviselő. Van két öccse, az egyik katona, a másikból tisztviselő lett. Hagyományos értékrendű családban nőtt fel, édesanyja azt mondja, nem szánták papnak egyik gyermeküket sem. Nagyon meglepődtek az első jeleknél, amelyek arra utaltak, Tamás a papi hivatást választja. Egészen kicsi volt, amikor már paposat játszott. Általános iskolás korom óta volt bennem egy érdeklődés, így a vallás, keresztény vallás a hit iránt, és ez az érdeklődés ez egyre inkább mélyült hitarajárással, szentmisén elkezdtem minisztrálni, és a gimnáziumtól komolyabban elkezdtem foglalkozni nem csak a vallásossággal, mint olyannal, hanem a hit nagy kérdéseivel. Filozófián, művészeten keresztül is próbáltam ezt a kérdést megragadni, és egyre inkább arra meggyőződésre jutottam, hogy igen, ez, amit az egyház tanít, ez igaz, és hogy én nem csak elhiszem ezt, hanem azt hiszem, hogy ez az egyetlen igazság, és ennek az igazságnak a szolgálatába szeretnék szegődni. Lábár Tamás középiskolai tanulmányait Szekszárdon a Garai János Gimnázium humán osztályában végezte. Ezt követően kezdte meg teológiai tanulmányait a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán, ám egy év múlva a Pécsi Tudományegyetem történelem és filozófia szakára ment át. Hát emberi tragédiákat is lehet néha látni, a saját családban is ugye vannak nehézségek. Az ezekkel való szembesülés, és inkább azt mondanám, hogy volt egy olyan időszak, amikor ezekből egy kicsit sok volt, és akkor ezek elgondolkodtattak, de
de végsősorban ez mind megerősített abba, hogy Isten erejéből és Isten erejében igenis van szabadulás, sőt csak ebben van szabadulás. Elvégezte tehát az egyetemet, de nem csitult benne a vágy az egyházi szolgálat iránt. Ebben támogatta volt plébánosa, és több más atya is sokat segített neki a papi hivatás iránti elköteleződésében. Dolgoztam egy évig egy újságnál egyébként, és utána végleg el tudtam dönteni, hogy igen, végérvényesen erre a hivatásra szeretném adni az életemet. Akkor jelentkeztem a szemináriumba, püspök atya felvett, és Budapesten fejeztem be a teológiai tanulmányaimat. 2015-ben püspöket diakónussá szentelte, és Rómába küldte, hogy egyháztörténelmi tanulmányokat folytasson. 2016-ban magyar székre, majd 2017-ben a pécsi székesegyházi plébániára került diakónusi gyakorlatra. Mindezek a folyamatok, ezek az állomások az életemben megerősítettek. Persze voltak nehezebb időszakok, volt olyan periódus, amikor komolyan megpróbáltatott a hitem, illetve a hivatásomba vetett meggyőződésem. Lábár Tamás azt mondja, nehéz kiragadni egy dolgot, hogy mit szeret ebben a hivatásban. Az oltár szolgálat, a Szentmisének a szolgálata, annak a szépsége, az eukarisztia csodája, és emellett pedig az, hogy az embereket rá lehet ébreszteni arra, hogy az Isten szeretete, mint már mondtam, nem egy elrugaszkodott filozófiai, teológiai igazság, hanem egy nap mint nap konkrétan megtapasztalható valóság. Nem tartom szerencsésnek, hogyha, még ha esetleg az emberek hibáznak is, vagy bűnkövetnek el, hogy az ember egy magas piedesztáról esetleg rendre teremtse őket, ezt nem tartom szerencsésnek. Tehát mindenképpen irgalmasan és szeretettel kell az emberek felé fordulni, még akkor is, hogyha esetleg bűnkövetnek el. Tehát például a Szent Jónásban is hangsúlyozom, hogy nem az a lényeg, hogy bűnkövetett el, hanem a lényeg az, hogy föl akar állni ebből a bűnből, és az Isten valóban megbocsát neki. Tehát az örök igazságokat kell átadni, nyilván a mai kornak a nyelvén, de nem visszaélve ennek a kornak a nyelvezetével, és nem ennek a kornak a nyelvezetéhez igazítani ezeket az igazságokat. Lábár Tamás egyébként szabad idejében szeret olvasni, főleg történelmi témájú könyveket. A történelem az, ami érdekel szabad időmben. Hála Istennek ezzel egyébként sokakat meg lehet fogni, főleg a művészetekkel, történelemmel, azért sokakat érdekelnek ezek a témakörök. Ez egy jó pasztorális lehetőség egyébként, hogy tényleg ez, mint érdeklődési pont összehoz társaságokat, közösségeket, és akkor azért ezzel meg lehet szólítani, meg lehet fogni az embereket. Szeretem a komoly zenét, könnyű zenét is egyébként. Szeretem, ha a barátokkal együtt tudunk kicsit főzőskézni, egy-egy jó pohár szexári bor mellett beszélgetni. Tehát természetesen ez is hozzá tartozik, és enélkül nem is lehet egyébként egészséges embernek megmaradni. Tehát nagyon kellenek a baráti kapcsolatok, a családdal való szoros kapcsolat. Tamás egy vidéki plébánián képzelte el magát 10 év múlva, ahonnan bejárhat majd Pécsre ismerőseihez. Tamás hiszi, hogy a kegyelem, amely számára Isten szeretete és az isteni szeretet végigkíséri papi élete során. Ennyi fért mai műsorunkba, tartsanak velünk legközelebb is, addig is vigyázzanak magukra, viszontlátásra!